Egyedül unalmas beszélgetni. Ketten snosz. Na de hárman? Édes hármas. Kaszás Attilával. Kaszás Attilával. Köszöntjük a hallgatókat, ez az Édes Hármas, itt a Spirit FM-en a 87.6-on. Ma két izgalmas vendéggel készültem, Eckler Luccával, világbajnok és Európa bajnok paralimpikon atlétával, és Erdős Attila operaénekessel. Első kérdésként Lucca felé fordulok, ez a hét a paralimpikonok hete, hiszen azon kívül, hogy február 22 volt ugye a magyar parasportnak a napja, azon kívül hétfőn volt egy fontos bejelentés is, miszerint azt hiszem a juttatásokat és rendezték egy picit a normál olimpikonokhoz képest, ha jók a sejtéseim. Igen, ez így van, február 22-a a magyar parasport napja, és egy nappal előtte vasárnap tartottunk egy sajtótájékoztatón, ahol bejelentésre került, hogy jóval megnövekszik a parasportolóknak is a paralimpiai érmek után és helyezések után járó jutalom, és azt gondolom, hogy ez egy nappal így a parasport napja előtt egy nagyon inspiráló bejelentés volt mindannyiunk számára, és azt is fontosnak érzem, hogy ezzel is megmutatták, hogy ugyanúgy fontosak vagyunk, és hogy mi is számítunk. Ez a legfontosabb szerintem, illetve hát ez az olimpia előtt, ez egy gyönyörű szép bejelentés. Ha már a kvótákra egy pillanatra rátérek, akkor jól tudom, te 400-ban is most, 400 méteres futásban is szeretnél kvótát szerezni, április 1-ig van, ha minden igaz, esélyed erre. Igen, igen, most még kicsit több mint egy hónapon van a kvalifikációig, és március vége felé fogunk rendezni itthon egy nemzetközi versenyt, ahol szeretném megfutni azt a szintet, amivel így kvótát tudok szerezni, és akkor majd három számban tudom képviselni Magyarországot a paralimpián. Azt tudom, hogy fiatalabb koron, hát mindegy, ezt engedjük el, majd átfogalmazom írásban, hogy régebben 4x400-at azt többször futottál, tehát váltóban. Igen, most főleg ezen a nyáron, ahogy ugye jöttek a korlátozások, inkább itthon versenyeztünk, és az egyesületnek többször szüksége volt rám a csapatban, és akkor bevállaltam a 4x400 métert is, habár nem igazán az én távol, mivel inkább rövidebb számokban 100-on és 200-on indultam, de azt éreztem, hogy egész jól megy, és egy kihívásként tekintettem az egészre, és úgy gondoltam, ha van egy plusz évem, akkor miért ne vállalnám be. Különböző sportágak, vagy különböző távok között ugrálsz, ez Attilára is jellemző alapvetően. Láttam tőled versmondást az interneten, operaszerepeket. Hol találtad? Facebooktól kezdve mindent, amit csak tudtam, megnéztem, mert hogy egyszerűen az első YouTube videó, amire ráakadtam, amiben láttam egy pici lecsó részletet, kis nem tudom én, Mr. Bean-től kezdve volt benne, menőmanóig, tehát minden volt. Igen, minden volt benne. Tehát, hogy te is így kicsit csapat. Mikor volt az az életedben, amikor eldöntötted, hogy már pedig én nem tűzoltó, focista, bármi, hanem most én operaénekes leszek? Hát ezt viszonylag későn, igazából a Zeneakadémia utolsó évében talán, Master 2, 5 éves a képzés, Master 2, szóval ott az utolsó ária vizsgámon. Volt akkor egy szeviai borbély. Volt. Igen, hála jó Istennek. Azt nyilatkoztad egyszer, hogy akkor éreztem először, hogy magamévá tettem az opera mikéntjét. És hát, hogy legalábbis megértettem abból a sok mindenből valamit, amit 5 éven keresztül, illetve igazából 7 éven, mert ugye már konziba is jött, már előtte is az alapfokú zeneiskolában is már kezdtem el tanulni énekelni. Szóval nagyon sokáig ugye az ember ezt így tanulgatja, és nyilván gyakorlatilag az egész életén keresztül tanulja, és ott volt az első olyan pillanatom, körülbelül cirka 7 évnyi énektanulás után, hogy elkezdtem abból felfogni valamit, hogy miről beszélnek nekem már lassan 7 éve, hogy miért, hova emeljem a hangot, mit csináljak a testemmel, min változtassak ahhoz, hogy egy olyan érzet jöjjön létre, hogy egy adott nagy teret be tudok énekelni, vagy meg tudok szólaltatni egy olyan hangot, amiről szó van, amiről már beszélnek nekem már 5-6 éve, és hát az volt az első olyan alkalom, hogy aha! Ezek az aha pillanatok. Igen. Azok, amiket keres az ember ilyenkor. És ez hál' Istennek a szevillai borbélyban úgy állt
úgy álltak a csillagok, ha lehet így mondani, hogy, hogy végre tudtam abból is csinálni valamit, amit kértek tőlem. Maga az ária is, meg maga a figura is olyan, ami hozzám közel állt. Ezek mind, tehát nagyon sok apró dolog segít nekünk abban, hogy megtaláljuk azt a hangot, amit kell énekelni. És ebben az esetben a szerepnek köszönhetően is, a milliónek köszönhetően is, meg úgy minden úgy állt össze, hogy ott este akkor én valami olyasmit tudtam csinálni, ami ilyen aha volt. És akkor ez alapján én azt mertem már gondolni, hogyha sikerül egy ilyen aha egyszer, uh-huh, akkor miért ne sikerülhetne még egyszer, és aztán még egyszer, és akkor így tovább. Nagyon könnyűnek tűnik a te előadásodban az opera és az operett közötti átjárhatóság, ez valóban ilyen. Ugye az operett szónak van is jelentése, ez a kis operácska. Operácska, igen. Na hát ez egy örök vita, ugye, az, hogy opera vagy operett, és hogy a két műfajban ez mennyire okoz ellentéteket, hogy az egyik tábor a másik táborra hogy tekint, meg ilyesmi, ugye ezek régen is mindig viták voltak, meg hát nem tudom, talán manapság már nem, talán most már könnyebb az átjárhatóság a kettő között, de hát az, hogy ezek mennyire nehezek, tehát hogy ezeket mennyire nehéz csinálni, hogy melyik a nehezebb talán, vagy tudom én, ezt így kár nézni, mert mind a kettő a maga formájában nehéz. A különbség a kettő között most a legalapvetőbb talán az, hogy mondjuk az operetteknél ott van a prózai jelenetek. Akkor vegyük ezt. Az operában az nincs. Tehát akkor mondhatnám, hogy az opera annyivel könnyebb, ugye, hogy ott nincsen prózai szöveg. Na igen ám, csak ott az opera énekelni való, hát az lényegesen masszívabb. Meg maga a zenei anyag, ami az énekszólam alatt van, az egy sokkal vaskosabb énekelni való, az már más technikát igényel, akkor az sokkal nehezebb megcsinálni. Akkor az meg azért nehezebb. Szóval erről nagyon hosszasan lehet vitatkozni, örömmel állok elébe bármikor. Kategóriák közül válasz az ember, akár énekfajták közül, sportfajták. 2009-ben tudjuk, hogy a stroke volt, ami a teniszpályafutásodat, Luca, megállította. Többször lenyilatkoztad, hogy utána több sportot kipróbáltál. Maradt a végén az atlétika. Miért pont az atlétika? Engem az érdekes, mit próbáltál még ki? Mi volt még a sportág, ami szóba jött? Azért azt szögezzük le, a teniszkarrierem nem ért még teljesen véget, mint lelkes, bocsánat, hobbi teniszező, máig nagyon szívesen járok ki a pályára, úgyhogy ez tényleg az első nagy szerelmem maradt. Uh-huh. Az igazság, hogy a bénulásom után nem tudtam megfogni az ütőt. Én hegedültem is a tenisz mellett, és hát utána már sajnos az sem ment, úgyhogy ezt a kettőt így szépen fokozatosan abba hagytam, még egy ideig lejártam. Ha énekelni szeretnél, itt vagyok. Kezdjünk bele, lehet. Ne hagyjuk el a zenét. Lehet, ne hagyjuk a zenét abba. Szeretné. Az fontos. Én nem is tudom, anno, ez is egy bénulásom körül lehetett, amikor megkaptam az első telefonomat. Igen, pont akkor a szülinapom ugye a kórházban volt, és akkor kaptam az első kis Nokiámat, imádtam, és volt, hogy az egy fülhallgatom, de csak egy füle volt, és emlékszem, az unokatestvéreim már agybajt kaptak attól, hogy mindenhol Taylor Swift, meg nem tudom mit hallgattam, és ugye mivel csak az egyik füle volt bedugva, az viszont szólt ezerre, és mindenki, hiába volt fülhallgatom, mindenki hallotta. Na, a jót meg akarod osztani, tehát de hogy te ez a típus. Szerintem nem akartok hallani énekelni. Én élvezem, de mások szerintem nem. Figyelj, ha te énekelsz velem, én elmegyek veled teniszezni. Hidd el nekem, hogy legalább annyira nem tudok teniszezni. Megbeszéltük, de oda is jönnek kamerával. Mindenféle. Okay, vállalom. Ez az első édes hármas külső helyszín. Tehát ezt meg tudjuk oldani. Így van, abszolút. Na igen, de visszatérve a sportokra, utána én elmentem röpizni, voltam focizni, úsztam is, tornáztam is, de mindegyiket szerettem, de egyikbe se éreztem azt, hogy én odaillek, vagy hogy egy kicsit mindig így kilógtam a többiek közül, így nem tudtam teljesen beilleszkedni, és nem éreztem úgy, hogy tudom tényleg teljes szívvel lélekkel csinálni azt, amit tudok. És édesapám amúgy atlétizált korábban, meg focizott is, és az atlétika megmaradt neki mind a mai napig, amennyire tudja, hogy csinálja, és egyszer elvitt egy edzésre. Így korábban is jártam atlétika versenyekre, de a tenisz miatt sosem gondoltam rá így komolyabban. És az igazság, hogy amikor ott elkezdtem futni, ugrani, hajítani, akkor így nem éreztem azt, hogy bármi
közém is úgymond ezek közé, a mozgások közé állna, mert egyszerűen én azt éreztem, amikor futok, hogy újra repülök, és ez egy olyan érzés, amit a mai napig senki nem tud elvenni tőlem, és az atlétika által, és később a paraatlétika által tudtam teljesen elfogadni magamat, és kiteljesedni, úgyhogy nekem ezt jelenti a sport, és az atlétika is, mert hát az érzés hihetetlen, szóval ott tényleg önmagam tudok lenni. Picit belenéztem a családfába, és hát hihetetlen, tehát a nagypapa sportolt, ő futballozott, anyukád úszott, tehát hogy a három fiú testvéred zseniálisan vízilabdát, tehát hogy a családban ez ilyen komplex megoldás, tehát a sport. Ez így van, nálunk Szombathelyen az, hogy ekler vagyok, az egy fogalomnak számít, szóval... Igen, ez tény, hogy nagyon sportos családban nőttem fel, mindenki sportolt, a nagyszüleim közül a nagymamák és az egyik nagypapám, ők testnevelők voltak, úgyhogy gyerekkorom óta a sport az tényleg nagyon fontos szerepet tölt be, és hamar meg is szeretették velem, meg megtanították azt, hogy a mozgás milyen fontos, és hogy milyen fontos része lett az életemnek. Nem volt olyan hétvége, amikor nem mentünk el mondjuk kirándulni, vagy tényleg minden hétvégén, meg hétközben is folyamatosan csináltunk sportos programokat, együtt mentünk focizni, túrázni, bárhová, hogyha nyaralni megyünk, akkor nekünk nincs egy olyan nap, hogy ez... Ne legyen aktív. Ne legyen tényleg beosztva az egész nap, ne menjünk mondjuk raftingolni, vagy nem tudom, hegyet mászni, stb. Szóval... nem tudom, mi egy ilyen család vagyunk, és ez szerintem a testvérünk ugyanúgy igaz. Egyébként hát sok vazsi, ugye így mondják, meg ugye azt szokták mondani, hogy Vas-Vas megyében a vonat nem áll, meg csak lazsít. Meg ugye ott ugye erősen mondják ezt az S-betűt, de hogy a vazsi népe és millió cikk megjelent rólatok, sőt, hát ugye a megye díjazottának is választottak téged. Nálad Attila volt ilyen markáns példa? Tehát volt valaki művészi hajlammalatsága, vagy éneklői múlta, vagy ez... Nem. Na. Nem. Nálunk ez ilyen furán alakult. Én mondhatnám azt is, hogy fekete bárány lettem, de közben egy utána gondolva talán mégsem, mert édesanyámik úgy voltak vele, hogy figyelnek nálunk arra a gyerekek, hogy mi négyen vagyunk tesók, és mindegyikünket beiratták az esztergomi zeneiskolába, hogy igenis tanuljunk valami hangszert, és akkor mindegyikünk elkezdte a magáét. Neked ez zongora volt? Nekem ez zongora volt, sőt a nővéremnek is zongora volt, meg a fiatalabbik bátyámnak is zongora volt. Az idősebbik bátyám, ő nagyon nehezen lehet tenni valamiért a zenéjét. Trompitálni kezdett el. Ezt egészen addig csinálta, ameddig ugye nem, vagy gyakorolni nem akart. Csodat, ugye, már nem is tudom. De lényeg az, hogy ezt addig csinált, aztán már 3 évig trombitált, majd egyszer csak azt kezdtem mondani anyuéknak otthon, hogy ő nem, tehát hogy fújja, egyszerűen fáj a feje, nem, tehát nem valami nem stimmel, és hogy nem jó ez az egész, mert minden, aztán így évekkel később nyilván megbeszéltük, hogy egyáltalán nem volt kedve hozzá, úgyhogy adta a csodába az egészet úgy, ahogy van, úgyhogy ezt abba hagyta. Szóval a nővérem ugye ő zongorázott, meg volt, ő is elkezdett picit énekelni. Akkor a bátyám, ő a másik, a fiatalabbik, ő is, ő azt hiszem 7 évig zongorázott, és ő is ment egy picikét énekelni, és aztán a Műszaki Egyetemen, BM-en, ő ott egy kis kórust, az ottani kis kórust, azt ő vezényelte, meg összeszedte őket, meg csinált velük koncerteket, nagyon lelkesen és tök szuperül csinálta. Aztán aztán néhány év után az véget ért, és akkor vagyok én, aki meg elkezdtem zongorázni, az a mai napig az életemet, mármint hogy az életem része a zongora, nagyon szeretem. Nyilatkoztad is, hogy az a megnyugvás, amikor zongorázol, kifelé nézel az ablakon, és akkor így hullanak. Igen, ezek ilyen fura, ilyen biztos ilyen művész hülyesége, vagy nem tudom. De azért ez nem koelhós, tehát hogy azért ez rendben van. Tehát elolvastam, és nem volt az érzetem, hogy ez valami esküvői meghívó. Igen, teljesen elborult valakinek. Én nem tudom, ezt ahogy itt Pest különböző pontjain laktam, 2010-ben jöttem föl, és aztán össze-vissza költöztem állandóan, és akkor mindig volt egy ablak. Ezek kényszer költözések voltak, vagy te döntöttél, úgyhogy kell valami inspiráló vagy új környezet? Nem, ennyire nem művészi dolog, semmi ilyesmi nincsen. Nagyon hétköznapi próba, egyszerűen el kellett menni, át kellett, semmi hűde művészi, nem alkotói válság szűrte, hogy nem, semmi ilyesmi, egyszerűen csak arrébb kellett menni, és mindig volt egy ablak,
a zongora fölött. Valahogy ez úgy alakult, nem tudom, olyan lakások jöttek, ahol a zongora fölé mindig került egy ablak, ezeket úgy építették direkt előre, hogy legyen. És akkor én azon mindig kibambultam, és akkor játszom a zongorán, és bambulok kifele. És akkor én egyszer csak így észre elkezdek figyelni úgy a környezetemre, hogy ahogy susok kinn a fa, ahogy dölöngél, ahogy nem, és valahogy ez az egész, ez úgy olyan homogénné válik, olyan jó ezt a kettőt úgy együtt csinálni. Úgy, igazából az lenne talán a legjobb, ha az ember kiülhetne a természetbe, és akkor ott zenélhetne, és akkor az olyan megnyugtató és olyan kellemes. Van több ilyen kedvenc klipem, van például Péter Bence, ugye, aki zongorázik Magyarországon. Igen. Neki van egy olyan klipje, ahol a Balatonon mennek hajóval, és a hajó hátoldalában van föltév a zongora, és ott zongorázik. Figyelj, megbeszél, hogy benne vagyok. Én nagyon örömmel megyek egy hajó hátuljára. Keresünk egy kis szponzort, és onnantól kezdve megoldani. Csináljuk meg, ez szupi. Úgy legyen. Tökéletesen meg tudjuk oldani. Alapvetően biztos, hogy a Lucánál nem is kérdés, hogy van egyfajta folyamatos versenyszellem és egyfajta maximális tudáskihozatal, de nálatok mondjuk egy szerepválogatásnál ez megvan? Tehát amikor bemegyek, és akkor te is gyere, meghallgatnánk akkor, hogy nem tudom, a János Vitézben XY szerepre, és akkor van benned egy ilyen vizsgadrúk, vagy csak egy egészséges ilyen, vagy azt is így kicsit ellazázod, és a lazázod, ezt jó értelemben mondom. Talán az utóbbi, nagyon nem szeretem őket, már olyan szempontból, hogy hát ugye ez mindig ugye megmérettetés. Ez így annyiban, mint a sportolók. Az ember mindig azt gondolná, hogy azáltal, hogy megcsinál bizonyos darabokat, akkor őt ugye látják, tehát akkor az ott van kvázi referenciaként, hogy én mit tudom, én jelenleg hol tartok, mire vagyok képes, vagy a csuda tudja. És ezért mindig olyan kellemetlen egy pillanatra az, amikor az van, hogy jön egy újabb darab, vagy bármi ilyesmi, és akkor azt mondják, hogy erre van, teszem azt egy meghallgatás, vagy válogatnak, vagy bármi ilyesmi van, akkor úgy ez a, most miért kell erre egy külön alkalmat kijelölni, azoknak, akiket már eleve ismer, nyilván azoknak kell, akik úgy érkeznek kívül, akit nem láttak, mert persze, azt megértem, teljesen rendben van. És amikor benn vagyunk a színházba, és akkor értem én, így van, így mutatják egy egyenlő feltételekkel, indulom, mert persze, mert nyilván ez benne van, csak hogy ilyenkor olyan fura az, hogy akkor most viszel egy áriát, és akkor elénekelted két nappal előtte, tehát hogy ilyenkor ez kicsit fura. A multicégeknél ugyan hiába dolgozol 10 éve, ha egy új pozíciót meghirdetnek, és te fel szeretnél oda lépni, akkor ugye a belső munkatársakat is meghívják interjúra, hiszen nekik is be kell bizonyítani, vagy el kell mondani, vagy hívjuk akárhogy. Tehát, én ennek látom az értelmét. Ez egy 21. századi butaság. De... Nem feltétlenül, mert ebben az esetben mondjuk egy adott cégnél, vagy bárhol, ott azt annak tudom be, hogy ezáltal nem tud leülepedni úgymond a társa, nem tud beleülni abba a kényelmes székbe, vagy nem tudom, hanem folyamatosan arra van kell. Van egy motiváció, hogy akkor na most megint meg kell mutatni. Na de most a mi esetünkben mi folyamatosan, mutatunk. Mi minden egyes este idézőjelesen a bőrünket visszük a vásárba. Tehát nálunk ez folyamatos, ez a megmérettetés. Tehát én úgy nem megyek ki soha, vagy mit tudom én, egy esti előadásra, hogy most jó, hát ez most ez a szokásos kérdés, nem, kimegyek, megcsinálom. Nem. Tehát az a minden egyes alkotás, mert minden az aznapi... Premier? Tehát, hogy olyan... jó, nyilván a premiernek mindig van egy plusz hozadéka, de az talán abból fakad, hogy az ember először csinálja a közönség előtt. De valójában, hát tulajdonképpen valami ilyesmiről van szó, ugyanis az adott előadáson az ott lévő közönség nem feltétlen lesz ott máshol. Nekik az az egy előadás van, ők azt látják, aztán mennek haza, a csuda tudja milyen messzire, vagy ezt ugye nem látom. Tehát nekik az a premier. És nekem olyat kell nyújtanom, ami nem kevesebb ahhoz képest, amit tegnap előtt csináltam, vagy ilyesmi, mert az nem fair. És ő jogosan fog engem... elítélni, ha aznap én nem jól csináltam, ő hazamegy, és azt mondja, hogy ez az Erdős Attila, ez nem tudom, téblábolt a színpadon, azt se többet tudom, mi van. Többet ne meg. Többet ne nézzük. Tehát, hogy ezt nem lehet megtenni. Megmérettetés a sportolók életében, Luca, az mindennaposan. Nekem a kedvenc megmérettetésem veled kapcsolatban, akkor ott ültem az év sportolója gálán, és ugye fölhívtak a színpadra. Az egy szerintem egy olyan, főleg egy ilyen fiatal csinos hölgynek, egy olyan korai, jogos kitüntetés, vagy elismerés, amit te megkaptál. Idén bízunk benne, hogy lesz olimpia.
Szerinted mi változna mondjuk egy olimpiai arany esetén? Hazajössz egy, két, három, akárhány olimpiai aranyjal, reméljük minél többen, és a paralimpiáról mi változna? Változna-e valami az életedben, vagy minden ugyanígy menne tovább, vagy... Hát ez biztos, hogy a telefonom azt hiszem pár napra le kéne nézetlenem, vagy kikapcsolnom, mert azt hiszem utána azt a pár napot majd családommal, vagy a barátaimmal szeretném tölteni, de hogyha lehetnek nézők, akkor a családom valószínűleg ki fog jönni szurkolni, úgyhogy ez még megváltozhat, viszont én azt gondolom, hogy olyan nagy változások az én életemben nem lesznek már, mint olyan szempontból igen, hogy az egyik legnagyobb álmom, mert szerintem egy parasportolónak, mint ahogy egy olimpikunnak a kijutás az olimpiára, nekem a kijutás a paralimpiára most az egyik legnagyobb álmom, és hogyha ez teljesülni fog, akkor lehet, hogy utána azt fogom érezni, hogy igen, ez beteljesült, de mi a következő? Szóval ettől lehet, hogy egy kicsit... Hát a következő olimpia, vagy paralimpia. Igen, igen. Tehát természetesen csak, annyira fiatal vagy. Hogy úgymond annál nincsen feljebb. De szeretnék ott lenni annyi olimpián, amennyire majd képes leszek. És én remélem, hogy én nem fogok megváltozni, mert szeretném, hogyha ugyanaz a lány tudnék lenni ugyanazokkal az értékekkel, és ugyanazzal a hozzáállással, és segítőkészséggel mások felé, aki eddig is voltam, és amikor elkezdtem a sportot, mert azt gondolom, hogy rengeteg olyan ember van, akinek erre majd szüksége lehet, és én szeretnék majd segíteni nekik. Az opera éneklésben, az operában mi az olimpiai arany? Tehát mikor van az, amikor a Luca azt mondta, hogy akkor teljesült, amit ő így a kisgyermekkorában elképzelt, vagy fiatalon elképzelt. Egy opera énekes mikor mondja azt, hogy igen, hát megtettem a szakmában, amit lehet? Hát, amikor Marton Évává válik. Igazából ezt a az mondtad. Ő iskolájába járta, vagy van hozzájárta? Hát ő hozzájártam én zeneakadémián. Tehát igazából most, ha főleg, hogyha a magyar viszonylatban nézzük, nyilván, tehát ő gyakorlatilag mindent is megcsinált. Tehát mindent is elért. Még azután is mindent elért. Tehát minden díjat, mindent. És nem azt mondom, nem feltétlen a díjak a fontosak, de ha már kérdezed, hogy mi az, ami, hova lehet ezt kimaxolni, hát ha valaki ezt tényleg a legvégéig elvitte, az ő. És hát most lehet utána menni, hát kinek lehet utána csinálni. Lehet utána csinálni, igen. Nyilván az ember próbálja reálisan látni a maga határait, kereteit, hogy hova tud eljutni. Én alapvetően kissé önbizalom hiányos ember vagyok. No. Ez nem ezt így azt, ezt nagyon kevesen tudják róla. Mert a személyiség, tehát az, ahogy másokkal kommunikálok, vagy ahogy azt gondolom, ahogy léteznünk kellene, akár egymás irányába, mint kommunikáció, meg ilyesmi, az egy nyitott, őszinte, vidám valami. Én így képzelem el. Azt hiszem, ez lenne a legjobb mindenkinek a világon, hogyha így tudnak kommunikálni, és ezért törekszem erre. De te így is kommunikálsz. Igen, na de ettől függetlenül amikor arról van szó, hogy én a színpadon mit csinálok, hogy szakmán belül, hogy látom magam, hogy nem tudom, attól az bennem még egy kis, azt hiszem, hogy bizalom hiányos valami. Ettől függetlenül a kommunikációm kifele, hát miért lenne más? Hát attól még nyitottan közelítek bárki felé. Sőt, hát a darabokban viccelsz a kollégákkal, a táncosokkal. Tehát, hogy tehát az, ez meg is spékeled még egy kicsit. Hogyha úgy adódik, akkor megspékelem, igen. Szóval ez ilyen kettős valami, valóban úgy tűnhet, hogy én nekem ez, hát én aztán... Volt, ami balulsültel? Tehát amikor karmestert viccelted meg, vagy nem tudom, és akkor valaki belebakizott, hogy volt olyan, amikor... Tehát amikor érezted, hogy ezt most nem kellett volna, tehát hogy így... Azt hiszem, még nem. És hova fogjam, ne is történjen meg, mert az nem jó. Nem, hát ezek úgy, na ezért izgalmasak ezek az ilyen improvizatív viccelődések, meg hülyeskedik. De figyelik a kollégák, hogy vajon az Attila ma meddig mer elmenni? És hát igen. Az igazság, hogy a Csátás királynőben nekünk Móniként olyan sok improvizatív lehetőségünk van, hogy
Hát igen, volt, hogy már rám szóltak. Itt ragadjunk egy picit meg, hogy azt mondtad, hogy a táncos komikus az az, aki ha boldog, nagyon boldog, ha szomorú, nagyon szomorú. Igen, őszintén igen. Igen. Te ugyanilyen típusú ember vagy legbelül? Tehát, hogy... Így törekszem ilyenek. Tehát az életben te egy táncos komikus vagy, idéz jó értelemben véve, mert ha boldog vagy nagyon, ha szomorú, akkor szintén nagyon. Igen, csak ugye annyi a különbség, hogy a táncos komikus, mint szerepkör, az megfelel annak az operetten belüli szükséges műfaj sajátosságnak, hogy az operett az azt mutatja, hogy milyen lehetne a világ. Uh-huh. Ez fölkönnyíti. Az opera pedig, hogy milyen. Érdekes felvetés. Igen, tehát hogy, és ebben a tekintetben a táncos komikus egy nagyon jó eszköze az operett műfajnak arra, hogy ezt éreztesse, hogy milyen lehetne a világ körülöttünk. Na most ezért ez a szerepkör, ez ennek az eszköze is ilyen. Én ettől, ezzel tudok azonosulni, de a való élet az nyilván nem ilyen, tehát nem mondhatom azt, hogy én olyan vagyok, mint egy táncos komikus a való életben. Megvannak azok az elemek, és én magam is azt hiszem arra törekszem a környezetem felé is, hogy legyünk bolondabbak, legyünk olyanok, mint... Jó ez az irány, tehát jó az a fajta felfogás, hogy sokkal bolondabbak és vidámabbak próbálunk lenni, és őszintébbek. Nyilván az élet az nem ilyen egyszerű, hogy ezt csak így meg lehessen oldani. Így erre, tehát a kérdésedre válaszolva, azonosulni nagyon tudok a táncos komikusi szerepkörrel, de én magam azért nem egészen vagyok teljesen ugyanaz. Uh-huh. Tehát ez így nem teljesen. Bolondos bakancs listája Lucának is van. Az egyik internetes oldalon láttam, hogy különböző zeneszámokhoz írtál jegyzeteket, vagy mondtál jegyzeteket, és az egyiknél az volt, hogy olyan szívesen táncolnék rá az esőben. Tehát vannak ilyenek a bakancs, majd még mondok egy párat, mert a bakancs listáról összeszedtem egy-kettőt, ezek azért, hogy érdekelnének. Igen, és amúgy utolsónak nagyon szívesen beírtam volna egy olyat is, hogy lehetett volna plusz egy saját szám, de azért ennyire még nem szaladnék előre. De amúgy igen, lehet, hogy bennem is vannak ilyen furcsa dolgok, vagy ilyen bolondos dolgok, de én imádom az esőt. Nem tudom, hogy más emberek hogy vannak ezzel, de amikor úgy igazán tényleg bőrgázni egy meleg nyári esőbe, vagy én mai napig cserkészkedem, és egy cserkésztáborra ugyanúgy ránk zúdult az eső, és kimentünk az esőbe fürdeni, kis izé, valaki hozott két doboz tusfürdőt, és akkor mindenki lefürdött az esőbe. És tényleg azt gondolom, hogy ezekért a pillanatokért, szóval ezek olyan természetesek, és ezeket semmi nem tudja visszaadni, és valamiért arról a számról jutott, vagy ezt ehhez tudom kötni, és... A másik ilyen, ha már ilyen cserkész tábortűzés dolgokra veszünk, a gitározás. Tehát, hogy neked az, ugye hegedültél, azt már említetted, de hogy van egy szám, amire azt mondtad, hogy na, ezt fogom először elgitározni, ha lesz időm, és megtanulod. Mondjuk úgy, hogy rajta vagyok, viszont ugye egy dolog hegedülni úgy, hogy a jobb kézzel húzom a vonót, viszont ugye a gitárnál semmiképpen nem tudnám a bal kézzel lefogni a húrokat, ezért megcseréltem, és jobb kézzel fogom le, és ballal próbálok gitározni, viszont még nagyon, nagyon sokat kell gyakorolnom, mert ugye jóval nehezebben megy, mint szerintem egy átlagember számára, úgyhogy az első dalom az egyelőre két akkordban áll, de igyekszem tovább képezni magamat, és remélem, hogy egyszer eljutok odáig is. Az éneklés sem ment könnyebben, ha jól emlékszem, akkor az első dalnak, ugye a Lemon Tree-nek a szövegét, azt fonetikusan anyukádék leírták neked. Leírták nekem, mivel én nem tanultam angolt általános iskola, nem tudom, hányadik osztályig, mert nekem az első nyelvem a német, mint ugye szombathelyiként, ott laktunk a határ mellett, a családban nálunk legtöbben németül beszéltek. És hát nyilván nem értettem az angol dalszöveget, fogalmam se volt, hogy miről énekelnek, vagy hogy miről szól a szöveg, de én is szerettem volna énekelni, úgyhogy egy jó hosszú kocsi út során addig nyaggattam anyáikat, amíg megunták, és egy papírra elkezdték nekem leírni ott a kocsi hátuljába fonetikusan a dalszöveget, és hát az út végére már én is boldogan tudtam
becsatlakozni, úgyhogy igazából ennek ez a történet. Jó van, érik az az éneklés. Ezen dolgozom, még két-három kérdés is meg leszünk. A teniszt is elkezdem elfogadni, hogy az is be fog jönni. De akkor előtte egy-két énekórát, meg egy-két teniszórát szerintem beiktatunk. Én benne vagyok. Azt lehet kamera nélkül, tehát a gyakorlást, és csak a főpróba akkor az mehet. Attila, téged már hallottalak németül énekelni, ugye nem is olyan régen egy Schumann produkcióval kapcsolatban, de hogy több nyelven énekelsz, sok darabban játszol, mégis ugye nehezebb az énekeseknek az áttörés, a populáris áttörés, és ugye a te figurádat, lazaságodat figyelembe véve soha nem gondolkoztál el azon, hogy egy X-faktor, egy dal, egy sztár, bármifajta olyan nagy nézettségi műsorban nem is megméretteted magad, mert ez már szóismétlés, mert egy óra alatt ötször használjuk, de hogy alapvetően szerepelnél benne, és akkor lenne egy ilyen nagyobb közönség. Hát aki, ezzel az a helyzet, hogy az a figurát tekintve, tehát aki kimegy és ott van, és a közönség előtt megjelenik, és játszik előttük, és odaadja magát. Ilyen tekintetben de tök jó lenne, de ezt nem az opera énekeseknek találták ki. Tehát ez nem... Nem vagy egy beskatujázott opera énekes, tehát annyi mindent csinálsz, hogy én legalábbis nem nézek úgy rád. Tehát, hogy értem. Operett, prózai szövegek, bohóckodások, videók, igen, önmegvalósítás, stb. Tehát igen, de például egy X-faktor, vagy bármi ilyesminek a sajátja az, hogy ott ugye énekelnek, ami nyilván, mert opera énekes vagyok, akkor nem kéne, hogy távol álljon tőlem. Igen ám, csak én azt gondolom, hogy az én könnyű zenei hangom, az oda vajmi kevés. Tehát ott olyan énekesek vannak, akik... Hát most én mi a csodát? Tehát én ezt belátom, hogy én a nekem... A te miben különbözik a két hang? Mondjuk akkor térjünk már ki. Tehát mondjuk egy, aki megnyeri mondjuk, vagy tehetséges, vagy Magyarországon ma azt mondod te rá, hogy igen, ő könnyű zenében az egyik legjobb. Igen. Miben különbözik a te hangodtól? Tehát, hogy... Hát ez énektechnikai különbség van a kettő között. Tehát de ez egyértelműen hallható. Hát nyilván, hogyha most egymás mellé teszünk egy operaénekest, meg egy könnyű zenei énekest, hát akkor egyértelműen hallatszik a különbség a kettő között. Na most a könnyű zenei éneklés, hogyha... Az is ugyanúgy ugye tanulható, megvan rá a technikai módszer, hogy ezt hogy lehet csinálni. Van akinek ugye csípőből jön, és annyira jó. Tudod, hogy neked nem jön csípőből? Vagy én tudom, ezt tudom mondani, az operaéneklésem. Most ugye ezt mondtam, hogy nekem 5 év kellett ahhoz, hogy eljussak odáig, hogy egyáltalán azt mondhassam magamnak, hogy elhiggyem, hogy énekelhetek egyáltalán operát. Én nem az a fajta ember, vagy énekes vagyok, aki ilyen hanggal született, hogy most kinyitom a számot, és mindenki elájul. Nem. Én nekem volt egy, van egy tiszta hangom, és akkor ezzel elkezdtünk dolgozni, és van a zenéhez valamilyen fajta viszonyulásom, a színpadhoz valamilyen fajta viszonyulásom, és ezeknek a keverése, és a technikai tanácsok, meg minden, ami jött a tanároktól, abból elkezdtem valahogy azt kibumlizni magamban, hogy tudok én operai hangot megszólaltatni. Nekem ez egy hosszabb folyamat volt, eljutottam valameddig, még messze a vége, fogalmam sincs, hogy mikor jutok el odáig, hogy végre olyan legyen, amit én igazán szeretnék. És ugyanez a könnyű zeneinél is ugyanígy megvan, hogy én, ha nekiállok könnyű zenét énekli, hát jó, tiszta lesz, meg úgy, oké, de ez oda kevés. Tehát én ezt látom, ismerem magamat, tudom, hogy milyen a hangom könnyű zenét tekintve. Nem. És ennek megfelelően nem is megyek el, mert nem, ott van csupa tehetséges ember, akik messze sokkal jobban csinálják, és az ő műfajuk, és tökéletesen csinálják, amit lehet. Ugye ebben a műfajban, vagy legalábbis úgymond a klasszikus vagy komoly zenei műfajban hoz újat nagyon ugye a virtuózok. Ez így van. Ami ahol volt, gondolkodtam rajta, de akkor még ugye nagyon, nagyon gyerekcipőben is volt, meg én még akkor pláne nem éreztem azt, hogy ez nekem annyira kéne, és most már azt hiszem ki is estem a korhatárból, tehát hogy ez már nem feltétlen nekem van.
Ez egy örök... Meg érzem, hogy már nincs is, tehát már, nem már túltetted tudom. Magad. Nem is túltettem. Én az az igazság, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mert persze ott vannak a versenyek, elmenni versenyekre, megméretedni, és akkor nálunk az operaénekeseknél a versenyek azok, amik kvázi így ezt a szolgáltat teszik, hogy olyan, mint hogyha az ember részt vett volna egy tévés műsorban, de közben meg... Szóval ez egy nagyon faramuci valami, nem tudom. Ez engem elkerül, ez az X-faktor vonal. A versenyek ugye nálad, Luca, hetesek minden nap. Most lesz ugye az OB, utána a következő verseny. Még benned van X év, nem tudom, 15-20, amit magadnak tudsz. Utána és onnan jön a kérdés, hogy a spármaratonon láttam, hogy a gyermekekkel foglalkozom, meg a körülötted lévő ott a futóversenyen, és amilyen szereteted, és amilyen gyengétséggel foglalkoztál velük. Neked ez egy valós jövőkép egyébként majd a későbbiekben, ha az aktív sport véget ért? Tudom, hogy korai még a kérdés, de engem annyira megfogott ott a spármaratonon, ahogy együtt futottatok, meg ahogy kitetted szíved lelked. Igazából nagyon régóta szeretek gyerekekkel foglalkozni, meg azt gondolom, hogy nagyon jól tudom kezelni az embereket, könnyen rá tudok hangolódni mások érzéseire, és hamar át tudom érezni a helyzetüket, a helyükbe tudom képzelni magamat, és azt is lehetem mondani, hogy nagyon gyorsan megnyílnak nekem az emberek, és tényleg néha így saját maguk lepődnek meg azon, hogy milyen gyorsan, milyen dolgokat elárulnak nekem. És én azt gondolom, hogy ezt akár későbbiekben, hogyha a sportolói karrieremet befejeztem, vagy akár már alatta edzőként, vagy tényleg a sportban tevékenykedő szakemberként tudom kamatoztatni, akkor én nagyon szívesen foglalkoznék gyerekekkel, emberekkel, de a legszívesebben fogyatékos emberekkel és főleg sportolókkal szeretnék. Így egy elég nagy álmom az, hogy visszaadhassam azt, amit az évek során kaptam, és hogy másoknak minél korábban megadhassam azt a lehetőséget, ami nekem korábban nem volt, vagy amiről én korábban nem tudtam. Úgyhogy, hogyha úgy van, és kis paraatlétákat tudok majd nevelgetni, akkor ezt nagyon boldogan tenném, és szeretném majd valóra váltani nekik azokat a legnagyobb álmokat, amik most nekem készülnek. Éppen. Többször láttam, hogy iskolákba is hívnak. A gyerekek még nem úgy hívják, hogy motivációs órát tartani, hanem egy beszélgetésre, de hogy lényegében erről van szó, hogy példaként mutassanak be, és elmond a saját szavaiddal a saját magad történetét, illetve hát azt, ami még a te fejedben megvan, mint jövőkép. Igen, most főleg idén és tavaly a Magyar Parasport Napjával kapcsolatban jártunk ilyen lélekmozgató beszélgetésekre, de gyakran tartok érzékenyítő foglalkozásokat is, és a programon kívül is hívnak osztályfőnöki órára, a sportnapra, hogy mint parasportoló egy kicsit a saját történetemről, a nehézségeimről, az elindulásról, meg úgy általánosan a fogyatékosságról, fogyatékos sportokról beszéljünk, és az igazság, hogy amit ott kapok, az mindig sokkal több, mint amivel én megyek oda, mert tényleg az egyik budai általános iskolában voltam, és azt hiszem 2 vagy 3 alsós osztályt hoztak le nekem egy sportnap után, hogy akkor itt van egy vetítővászon, és akkor egy kis inklúzió, meg kis mesélés, és az igazság, hogy nem tudtam elszabadulni 2 óráig. A gyerekek úgy élvezték, de el kell, hogy mondjam, elvittem az érmeimet, a szögesemet, mindent megmutattam nekik, lejátszottam videót a paralimpiáról, azt meg kellett néznünk 3-szor, de nekik a legjobb része az volt, amikor mondtam, vagyis hát így meg kellett mutatnom nekik, hogy én ezért vagyok parasportoló, és mondtam, hogy hát, hogyha szeretnék, akkor megpróbálhatják, de úgyse tudják kinyitni az ujjaimat. És az igazság, hogy én azt gondoltam, hogy e fölött majd itt szépen tovább jutunk, elsiklanak, és mehetünk tovább. Nem. Sorba álltak, és visszaálltak újra a sorba, mert ők meg akarták mindenképpen próbálni, azt mondták, hogy nem hiszik el, ők ki fogják nyitni az ujjaimat. És ez volt a legnagyobb szenzáció. Hozhattam nekik videókat, érmeket, bármit. Ők azt élvezték, hogy ott próbálták az én ujjaimat kinyújtani. És amikor nem sikerült, azt mondták, ezt direkt csinálod? Mondom, nem, de. Édesek. Úgyhogy tényleg ezek annyira jó pillanatok, mert nem csak saját magamról mesélhetek, hanem azáltal mondhatom nekik is, hogy tényleg ez, hogyha segít azon elfogadásukba és abba, hogy önmaguk legyenek, akkor és egy ember
valakinek az életén, vagy egy embernek tudok ezzel segíteni, akkor nekem ez már megérte. Abszolút. Sportolóknál ugye nem csak atlétikánál, inkább csapatsportoknál is ugye sokszor van olyan, hogy külföldre szerződik az ember. Attila nálad, hogyha most lenne három szerződési javaslat, mondjuk Olaszország, Egyesült Államok és Japán, és mind a három ugyanolyan feltétel, akkor melyik országba szerződnél? Hűha! Hát ugye első körben egyeztetnénk, ugye a sorrendet, mert hát egyiket se utasítjuk vissza, biztos meg lehet találni azt, hogy akkor mindenkinek jusson belőle, nem tudom, hát nyilván attól függ, hogy van olyan, ami szakmailag vonz, és tudod, hogy az egy... Hát, nyilván van presztízs értéke egy minálomi szkálának, ez attól függ, hogy éppen honnan hívnak, milyen darabot kell csinálni. De egy sokkal különlegesebb. Hát, hogyha oda és szeretnék is elmenni Japánba, én nagyon imádom azt az országot, meg azt a kultúrát. Mi az, ami a legjobban vonz benne? Vagy ha egy dolgot kiemelhetnél, hogy na ezért nagyon szeretem a japánokat, most csak ha már így az olimpiára veszünk. Én nem tudom, az embereknek már talán ilyen túlzott alázatos, nem tudom milyen viselkedése ez a, mindig, rengeteg felvételt láttam, amikor kommunikálnak, és mindig meghajolnak, és mindig ez, én nem tudom, annyira valamiért úgy meg akarom őket ölelni. Kedvesek, úgy oda mennék velük beszélgetni, hát nyilván ezt tudni kéne japánul. Na, szóval, hogy az a lényeg, hogy mennék el, meg hogy kihez menni, hát most valamiért egyébként Olaszországon mondanám első körbe, nyilván nem mindegy, hogy milyen darabot, milyen persze, szerepet kell csinálni, persze, ez csak egy játék. Milyen szerepet, tehát ez nagyon sok mindentől függ. Én örömmel mennék, hát én mindenre egyelőre Magyarországon vagyunk, és rengeteg népszerű darabban játszol. Vissza szoktad nézni a régi nagyoknak az előadásait? Tehát, hogy igen. És ez a lopszót nem szeretem, de hogy így merítesz abból, amit ők produkáltak a színpadon? Vagy amit igazából mindig a karaktereknek a sajátosságait keresem. Nem feltétlen azt, amit az akkori színészek csináltak, a régebbiek, hogy ők konkrétan mit csináltak, hanem a mögötte lévő érzetet keresem, ami lehet azonos, mert azáltal, hogy én azt az érzetet megjelenítem úgy, ahogy én érzem, az onnantól lesz a sajátom, ahogy én általam kinéz. És akkor emiatt az enyém fog létrejönni, tehát meg lesz annak a sajátossága, hogy ez az enyém. Tehát a szerep mögött keresem mindig, nem feltétlen az XY mögött, hogy ő neki mi volt a konkrét gondolata, hanem azokat az azonos pontokat keresem, ahol ő rátalált a szerepre, és akkor ott megnézni, hogy ő ezt milyen indítatással csinálta, vagy hogy milyen gondolat lehetett mögötte pontosan, de a lelkiségét keresem meg ezeknek ilyenkor. És akkor ezeket jó végignézni, nyilván attól függ, hogy hány előadás van, meg hogy vannak olyan emberek, akiknek kifejezetten szeretem a munkásságát, ahogy a szerepekhez nyúltak, és akkor megnézni, hogy ő hogyan bolondozott, vagy ő hogyan élte meg, és akkor az már nekem is egy kicsi segítség, és aztán én is szépen kimazsolázgatom az adott karaktert, szétbontom, kicsontozom, és darabjaira szedem, és akkor aztán utána szépen összerakom mindegy legót. És belerakod azt az erdős Én belerakom. Luca, neked volt olyan futó, akit mondjuk fiatalkorban egy kielemeztél? Tehát aki azt mondta, hogy igen, őt többször megnéztem, meg százszor visszanéztem a videóját, vagy ilyen nem volt, csak az edző, amit mondott, azt tetted vakon, és akkor így. Korábban nem volt ilyen, szerintem ez inkább mostanára jellemző, hogy én is többet foglalkozok, nem csak így a fizikális, hanem a mentális felkészüléssel is, és erről is igyekszem nagyobb hangsúlyt fektetni, és nem is inkább így a nagyokat emelném ki, mert szerintem mindenkinek, azért talán mindenkinek, és erős lehet egy Usain Bolt neve, de... Inkább... Amúgy... Igen. De lehet, hogy nem akarjátok őt hallani. Nem mindegy. Szóval... Tényleg van zenei produkció? Van. Megjelentette a saját albumát, én úgy tudom. Azt nem tudom, hogy hány számmal, de jelent meg.
De hát ez egy külön beszélgetés megérni. Körülbelül szerintem olyasmi lesz, mint az Atlétika után a focista karrierje, úgyhogy lehet, hogy nem fog sokáig tartani. Jó. Na mindegy, és hol tartottunk, bocsi. Tehát, hogy ő volt az, tehát őt megnéztetek. Igen, de, most de igen. Inkább így a nemzetközi vetélytársaimat szoktam elemezni, meg a hazai mezőny között is azt gondolom, hogy van, akiktől tudok mit tanulni, úgyhogy az ő videóikat, meg az ő versenyeiket is szoktam nézegetni, és természetesen a sajátomat is, hogy megnézem, hogy mind tudok javítani, mind tudok változtatni, mert mindig vannak olyan apró dolgok, amivel lehet nyerni egy-egy centit, vagy lehet gyorsabban futni, úgyhogy még rengeteg minden van, amin én is tudok így szépen csiszolgatni, úgyhogy remélem, hogy most már közeledek az álomhatáromhoz, a 6 méterhez, és így szépen azt is el fogom majd érni. Én nagyon-nagyon kívánom, hogy az is meglegyen. Alapvetően a mai beszélgetés megfelelő volt arra, hogy elhiggyük, hogyha valamit kitűzünk magunk elé célnak, akkor azt el is tudjuk érni. Én nagyon beszélgetnék még veletek, de sajnos időnk lejárt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mai vendégem Eckler Luca, világ és Európa bajnok paralimpikon atléta volt, illetve Erdős Attila operaénekes. Kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon, weboldalon, bárhol, és találkozunk a jövő héten. Köszönöm.